Először is én is köszönetet szeretnék mondani a szervezőknek, akik ezt az egészet összehozták, és külön köszönetet Körbe tanár úrnak, hogy engem is meghívott, hogy pár gondolatot itt előadjak. Amikor én, ugye nekem van egy nagy előnyöm előttem szólóval szembe, hogy én is jártam szombatonként a fizikumba, de én nem 3, hanem 4,5 évig körülbelül. Ugyanis amikor a bátyám elkezdett a piarista gimnáziumba járni, akkor ő rövid úton rájött arra, hogy ez a fizikum milyen klassz dolog, és nincs-e kedven valamikor bemenni. Hát nekem volt kedvem bemenni, és onnantól kezdve, hogy én először bementem, tehát 8. általános iskolás voltam körülbelül annak az elején. Hát onnantól kezdve akkor én is minden szombaton ott voltam egészen addig, amíg be nem fejeztem a gimnáziumi érettségit. Utána meg csak visszajártam, mert az jó volt. Amikor először jöttem be a fizikumba, akkor a fizika szertárnak az ilyen munka terület volt, tehát ahol a mindenféle szerelések meg mindenfélék történtek, az a pár asztal meg ilyesmi. Műhely, igen. Tehát ott ki volt rakva egy útkereszteződés. Tehát ott volt négy darab jelzőlámpa, minden irányból egy, meg a keresztutca, és az egész kattogott, zörgött, mindent csinált, de nem működött rendesen. És rögtön azzal kezdtem, hogy na nézzem meg nyugodtan, hogy vajon miért nem működik rendesen. Tehát miért nincsenek a lámpák rendesen fölprogramozva? Ugye a programozáson itt azt kell érteni, hogy abba a forgó, mit tudom én, hogy micsodába, egyik drót ide volt kötve, másik drót oda volt kötve, ha egyet fordult, akkor a pirosról piros-sárga lett, utána még egyet fordult, akkor a zöld lett, a másik lámpa meg visszaváltott, szóval ez volt a lényege. És azt kellett nekem megnézni, hogy na az vajon miért nem működik. Az eredményre nem emlékszem, hogy mi lett. De gyakorlatilag itt ismerkedtem én meg Kovács tanár úrral, aki hát, iszonyú közvetlen volt. Tehát ugye az ember 8. osztályos, 13 éves, bemegy egy iskolába, ugye a piarista gimnáziumnak a Mikszáttér épülete az egyébként is egy ilyen nagyon jó épület, nekem nagyon szimpatikus volt, de hát az ilyen kis kísérteties néha. És akkor oda jön egy fekete ruhás, ilyen apró kis papbácsi, és ugye én életemben nem láttam még korábban szerzetes, tehát érdekes volt, és akkor úgy beszél vele, mint aki már 10 éve ismer, és gyere fiam, tegyük arrébb, mert itt kell a hely. És hát ugye természetes volt ezek után, hogy sehol máshol nem tudtam én se elképzelni a középiskolai tanulmányokat, mint a piarista gimnáziumban. És természetesen nem is bántam meg. Az első, ugye onnantól kezdve ugye persze jártam is a fizikumba, és akkor tájba jött meg ez a bizonyos asztali, most nem számítógépnek, hanem csak számológépnek deklaráltuk, de maradjunk abban, hogy az már egy számítógép volt, ez a HP 9810-es, aminek volt a 3 piros számsor, amin ki lehetett jelezni számokat, meg volt egy numerikus billentyűzet, meg egy néhány funkciós gomb, arról itt nincs kép, azt hiszem. Ja, ez az, igen. És ugye mágnes kártyaolvasó, meg egy, azt hiszem, termonyomtatója volt. És gyakorlatilag ez volt az egyik kép, amin elkezdtünk szórakozni, hát ugye ezen az első és kötelező feladat az a holdra szállásnak a sikeres teljesítése volt mindig. Tehát ugye beadni, hogy mennyivel fékez az űrhajó, és akkor vagy leszáll, vagy lezuhan, vagy felszáll. Ez volt a 3 megoldás, és aki ezt már jól tudta teljesíteni, az már számítógép használónak bizonyult. Körülbelül nem sokkal ezután, miután ez a gép beérkezett, tanár úr szerzett egy úgynevezett mikroprocesszort. Arról sajnos itt nincs kép. Ez a mikroprocesszor ez azt jelentette, hogy egy nyomtatott áramköri lap, annak a közepén volt a processzor, volt rajta 8 darab kapcsoló, 8 darab lámpa, meg talán egy nyomógomb. Ez hasonló volt, de nem volt hozzá ilyen klassz numerikus billentyűzet. Tehát
Tehát azon a 8 darab kapcsoló, az valóban a 0-1. És akkor azt lehetett programozni. Tehát meg lehetett csinálni, hogy az ember 0-1-esekkel beállítja az utasítást, megnyomja a gombot, és akkor az eltárolta. Volt neki kemény, talán 1024 bájtnyi memóriája, de lehet, hogy még annyi se. És gyakorlatilag arról szólt a dolog, hogy volt egy ranggomb is, nem csak egy enter, hogyha az ember beírta az utasításokat, megnyomta a ranggombot, akkor lefutott a lámpákon a beadott parancsol, és a lámpáknak a végén kijelezte az eredményt, vagy piros, vagy nem piros ledekkel. És akkor nagyon boldogok voltunk, hogy ez sikerült megvalósítani azt, amit akartunk. Ez legtöbbször csak néhány szám összeadása, kivonása, vagy ilyesmi volt. De ezzel együtt megtanultuk tanárról együtt a kettes számrendszert. Pontosabban ő már tudta, mi még nem. De gyakorlatilag ez volt a lényege az egésznek, hogy ez egy annyira új dolog volt, hogy még ő se ismerte. Tehát megjött Amerikából valami diák ajándékaként, angol kézikönyv, Kovács tanárról leülünk az asztalhoz, és megpróbáljuk megfejteni, hogy mit tud és hogy kell csinálni. Gyakorlatilag az elsős, talán elsős voltam, vagy maximum másodikos, meg a tanítási idejének a végén járó tanár, mint egy kisgyerek, ott ült mellettem, és próbáltunk együtt rájönni, hogy vajon mi mit csinál és hogy csinálja. Ez egy hihetetlen dolog mai napig is számomra. Ugye engem Kovács tanár úr nem tanított. Tehát ugyanúgy nem volt vele kapcsolatban semmiféle olyan élményem, hogy kaptam tőle egyest. Soha. Mert ő nekem mindig csak a fizikus klubban volt, a fizikumban volt, és én mindig neki csak ott voltam. Tehát ilyen szempontból abszolút szerencsésnek vallhatom magam, mert ugye egy tanárral szemben mindig van az embernek rossz élménye, jó élménye, most rám szólt, most nem szólt rám, hát tanárral szemben ilyen sose volt. Maximum azért szólt rám, hogy menjek már haza, mert elmúlt 8-szor is be kell zárni az iskolát. Másik érdekes dolog vele kapcsolatban, hogy szerzett ehhez az előbb látott még régi 9810-eshez lyukkártyaolvasót. Ugye ez a gép, ez úgy működött, még egyel vissza a másikhoz. Ez a gép, ez úgy működött, hogy szépen beadogattuk a parancsokat, és akkor megcsinálta a dolgát. Ha lyukkártyával sikerült feltölteni, az persze, vagy mágnes kártyával, akkor az sokkal gyorsabban ment. Na most a lyukkártya, az viszont egy véges darab számú dolog. Tehát Magyarországon nem olyan könnyen beszerezhető, és ezért ezt úgymond költséghatékonyan kellett használni. Az azt jelentette, hogy mitén kaptunk 10 darab kártyát, hogy otthon rá tudjuk írni a programot. Ez a ráírás az azt jelentette, hogy a lyukakat minél puhább grafit ceruzával befeketíteni. Nem kilukasztani, hanem befeketíteni, mert az ugyanolyan jó. És utána viszont egy radírral ki lehet radírozni, és újra használható. Ez volt a lényege a puha ceruzás lyukkártyának. Tanár úrnak egy nagy ötlete volt a fizikus klub nagydíja. A fizikus klub nagydíját nem volt könnyű kiérdemelni, évente vagy két évente talán egyszer adta ki a tanár úr ezt a nagydíjat. Ez egy ritka értékes díj volt, egy táblacsoki. De amiért ezt a táblacsokit ki lehetett érdemelni, az viszont néha egész komoly feladat volt. Ilyen nagydíjat lehetett például kapni a sárkánygörbe rajzolásért. A sárkánygörbét azt most nem mondom el pontosan, de valami olyasmi, hogy húzok egy vonalat, elfordítom 90 fokkal, és utána a végpontból az egészet megrajzolom újra, megint 90 fok, végpontból az egészet megrajzolom újra. Ez a sárkánygörbe, erről be lehet bizonyítani, hogy ez sosem etszi önmagát. És ugyanakkor ki kell rajzolni ezzel a géppel. Azért kapott nagy díjat a bátyám például, hogy ezzel a géppel kirajzolta a sárkánygörbét. Ugye ezen a gépen nincs is rajzoló. Viszont a tanár úr szerzett egy ilyen tárcsás nyomtatót, tehát egy műanyag tárcsán ott volt körbe az ABC, meg pont vesző, pontos vesző, stb. És azt a nyomtatót viszont ezzel a géppel lehetett úgy vezérelni, hogy egy adott pozíció, és nyomd le az A betűt, vagy üsd le az A betűt. Tehát természetesen annak a nyomtatónak a legelső dolga, ami elkopott, az a pont volt. Ugye rajzoláshoz mindenki a pontot használta.
Betűt sose írtunk vele szinte, mert minek? Mindig csak rajzoltunk, és mindig csak a pontot. Na, azzal lehetett kirajzolni ezt a sárkánygörbét. Némi kis programozási háttér, hogy a gép memóriája nem volt elég ahhoz, hogy ezt a sárkánygörbe programot kirajzolja. És ezért úgy készült a program, hogy az elej lefutott, és a második felén átírta az elejét, mert ott már szabad volt a hely. És így sikerült az egészet lefuttatni, valami ilyesmi volt, ugye? Aztán kibővítették, igen. A másik nagy díj, amit én kaptam a tanár úrtól, az egy sablonnak a kirajzolása volt. Egy körülbelül, mit tudom én, ekkora méretű sablont kellett rajzolni, de abból különbözőket. És ahhoz kölcsön kaptunk az egyik cégtől egy basic nyelven már programozható HP 9830-as gépet, meg egy plottert, tehát egy rajzolót. A rajzolóba csak a tollakat kellett cserélni, miután kifogytak, elég sűrűn előfordult, pedig csak egy hónapra kaptuk a gépet. De gyakorlatilag ezeket a sablonokat, amiket kért, hogy csinálja meg, ezeket egy hónap alatt sikerült megcsinálni, és ezért is én is kaptam egy fizikus klub nagy díjat. A másik, ami igazából őt nagyon jellemzi, vagy jellemezte, hogy nagyon odafigyelt a tanulmányi eredményekre. Ugye engem nem tanított, tehát elvileg az én eredményeim az neki teljesen közömbös lehetett volna. Ennek ellenére előfordult, hogy odajött valamikor, mit tudom én, valamelyik fél évben, és elmondta nekem, hogy most két hétig miért nem jöttek a fizikus klubba. És ha kijavítottam, mit én a földrajzot vagy a történelmet, akkor megint jöhetek. Ez persze nekem mondjuk fájt, és mert kiesett a két hét abból a 4,5 évből, de egyébként egy olyan dolog, hogy sose lehet elég hálás az ember neki. Most lépjünk tovább egy másik gépre. Ugye Magyarországon nagy elterjedése volt ennek a bizonyos iskola számítógépnek, és amikor az iskola számítógép Magyarországon úgymond elkezdett elterjedni, mert kitalálták, hogy akkor minden iskolában legyen, akkor a Piarista gimnázium két éve már használta ezt a TRS-80 gépet. És ebből lett az iskola számítógép. Tehát a híradástechnikai vállalat ezt klónozta meg, és nevezte el iskola számítógépnek. Most amikor ez a gép megjött az iskolába, ugye becsomagolva meg minden, egész véletlenül én is ott voltam, és hát talán 3 vagy 4 hónap telt el úgy, hogy nem volt olyan nap, hogy én ne lettem volna ott ennél a számítógépnél. Ugye ez abból is kiderült, hogy gépnaplót kellett vezetni. Tehát tanáró időnként megnézte a gépnaplót, és hunyadi, akkor valaki más is odajött egyszer, aztán megint hunyadi. Na, akkor is kaptam egy ilyen büntit, hogy most már elég lesz, mert mással is kell foglalkozni. De gyakorlatilag ezeknek a büntiknek, meg ezeknek a lehetőségeknek köszönhetően vagyok jelenleg programozó. A másik, amit még itt fölírtam itt magamnak, hogy ugye az ember ezen a számítógépen már elkezd írógépként dolgozni. Tehát vannak benne, van egy rendes, mondjuk úgy, hogy félig magyar billentyűzete, magyarul meg kéne tanulni 10 ujjal gépelni. Hát természetes, hogy ugye ebbe ő is partner volt. Igazság szerint most büszke vagyok magamra, hogy nekem jutott eszembe, hogy meg kéne tanulni. És mentem hozzá, hogy lehetne megtanulni. Hát erre oda ment a polcra, levette a 10 ujjas gépelés című könyvet. Mondta, hogy ott van az elektromos írógép, akkor nem kapsz inhüvelygyulladást, mert akkor csak ennyire kell pötyögtetni, és akkor is leüti a betűt, nem kell nyomni. És tessék, tanulj meg 10 ujjal gépelni. Hát nem mondom, hogy megtanultam 10 ujjal gépelni, és ezért igazából becsülöm a mai Piarista gimnázium számítástechnikáját, mert az én fiaimat például megtanultatták 10 ujjal gépelni. És gyakorlatilag én azt látom csak, hogy a fiam 5-ször gyorsabban gépel, mint én. Pedig én már 30 éve gépelek a számítógépen, ő meg még csak mondjuk csak 15. Még egy kis magán dolog, ha már itt úgyis elhangzott, hogy van, akit Kovács tanár úr keresztelt.
ugye nekünk is két gyerekünket keresztelt a Kovács tanár úr, akkor ő már idősebb volt, tehát a második keresztelőre már én mentem el a szobájába, mert elfelejtette, és akkor lehívtam, és szépen megcsináltuk a keresztelőt. Aranyos dolog volt, de gondoltuk, hogy hát biztos majd jön. Hát elfelejtette már szegénykém, de fölmentünk, ja, jó, oké, akkor menjünk. És akkor megcsináltuk a keresztelőt. Én nekem Kovács tanár mindig is mondjuk, hogy szívem csücske volt, vagy a szívem közepe volt, ez most anélkül, hogy bármi lenne benne, mondhatom, mert mindig oda mentem hozzá, tehát mindig ő volt az, aki ezt nyugodtan oda mehettem, mert soha nem volt belőle semmi probléma, szóval én ébresztettem nagyon sokszor szombat délután, és kértem el tőle a fizikum kulcsát, ez nem egyszer fordult elő, de tudtam, hogy hármat kopogok, és akkor várni kell egy kicsit, és utána majd kijön. Tehát én nekem hivatást adott, programozó matematikus egyetemet végeztem, és azóta is programozok. Ez a hobbim, ez a játékom, és ez a munkám is, amikor van. Köszönöm szépen a figyelmet!